Az ebrendelet módosításának a célja a nagytestű kutyák tartásának visszaszorítása a lakótelepi lakásokban. Ezért a lakótömbökben tartott nagytestű kutyákra kivetett adó januártól megemelkedett. 40 cm-es marmagasságig 20 euró marad, és 40 cm-es marmagasság felett pedig 50 euró. A Sikabony város részben történt egy kis emelés, ott a családi házaknál 10 euróra lett emelve a kutyaadó. A lakótömbökben lévő lakásokban tartott kutyák pedig szintén marmagasság szerint 40 cm-ig 20 euró, 40 cm felett pedig 50 euró. Dunaszerdahelyen a családi házakban, cégek telephelyén tartott kutyák esetében marad a 10 euró, Olléthelyed városrészben pedig az eddigi 5 euró. A városi hivatal arra is felhívja a figyelmet, hogy január 31-ig az ingatlan tulajdonosoknak bizonyos esetekben ingatlanadó bevallást kell tenniük. Mindazoknak, akik 2016-os évben vásároltak vagy eladtak ingatlant. Ez a kötelezettség vonatkozik az örökölt, ajándékozási szerződéssel tulajdonba került ingatlanokra, valamint akik készhez kapták a jogerős kolaudációs végzésüket, valamint szintén jogerős építkezési engedélyt, szintén adóbevallást kell leadniuk. Annak is bejelentési kötelezettsége van, aki a tavalyi évben lakcímet változtatott, mert így megelőzhető a végrehajtás. Ha ugyanis ez nem történik meg, a városi hivatal illetékes osztálya a már nem aktuális címre postázza az adók kivetésére vonatkozó határozatokat.